estét kívánok kedves vendégeinknek. Próbálok úgy állni, hogy mindenkit lássak, bár elég bonyolult lesz. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este itt a Solar Hotelben, ebben a csikorgó januári estén. Milyen jó itt bennülni a melegben, ahelyett, hogy ugye kint kéne lenni. Én az előbb jöttem be bizony, már piros is az órom, 2 perc alatt alig, hogy kimegyek. Reméljük ez a nagy hideg nem tart már soká. Most pedig nagy örömmel konferálom be a ma esti műsorunkat. A Nagyatádi Opsitos Egyesület, Nyugdíjas Egyesület fog nekünk műsort adni a mai estén. A nevüket onnét kapták, bizonyára többen hallották már Nagyatádról, hogy régebben ilyen katonaváros volt, ugye? Volt nekünk laktanyánk, orosz laktanya, másik laktanya, futkosó, minden. Körülbelül 3000 emberrel több is volt a lakója a városnak abban az időben. És ez a nyugdíjas kis egyesület, az Opsitos Egyesület, amelynek először a neve Opsitos Dalárda volt, ugyanis katonatisztekből, katonatiszt feleségekből verbuválódott ez a kis csapat, és régebben jóval több férfi tagja is volt, hála Isten még most is van, mert azért egy Opsitos Dalárda csak úgy zeng igazán, hogyha jó sok férfi torok van közötte, de még most is, hála Isten, vannak férfi tagjai. És színvonalas, kedves műsorukkal sok mindent megmutatnak, nagyon sok mindent található a palettán, lesz jelenet, lesz ének, népdalcsokor, vagy akár pánsikra előadott tánc. Nagyon sok szeretettel készültek, és most pedig következnek ők. A következő fél órában önöket fogják szórakoztatni, úgyhogy ehhez az estéhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Thank you.
következő jelenethez. Kérj egy mikrofon. Nem kell. Elég hangosan fog beszélni. Egy bolha önéletrajza. Született Dolhán, egy kutyán. 12-ben Gezaron után. Atyám paraszti sorban él, egy lobogós gatyán. Anyám egy cipészvérét kicsikarva átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csipésen jelentősen viszketett. Lakókutyám egy kis pulipintyó, mint jó suba betakart, de többet akart. Ifjúi vágya már tavaszra, átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem sokára plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papipája lebegett. A lelkem felkészült a tornácon, hol este lelkészült, magam is reverendába bújtam. Ám az új tan, s a jámborság nem kötött le sokáig. Meglátta másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne, sós volt és lagymatag. Az örökös hagymaszag tökre tette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem, hogy agyonnyom. Nem maradtam egy estet sem, megszöktem a segrestésben, aki velem a kocsmába tántorgott. Magához vett a kántorot, s hogy lett anyám egy tanár úr nadrágja, ez a kis út nagy dráma. A kántorné életében én megértem, így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kiártam. Tanulnom ugyancsak ritkán akarózott, de mivel az osztály sűrűn vakarózott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgánkor én átmentem az elnökre, felnyögve kaparászott utánam, s bár az izét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett, így kaptam szerepet az egyik színpadon. De nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem maradt, soha se engedt kinyomni magad. A színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba. Az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsittem magamat, ám az én művésznőm felelőtlen fruska rá erőszakolt egy színi kritikusra. Azt hittem vérembe most ész értelem, de rágós volt, fagyar, havas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, a többi rajongómat inkább megváradva. Csináljunk most együtt egy jó csipős darabot, s ezzel volva jól belém harapott. Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan, hogy ugrott el mégis, megfoghatatlan. Veszítve karriert nagy lakomát, riadtan menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóbor ebben kutyabolva, s lett, ami volt, kutyabolva. Thank you.
Az a címe Lapon Roma. Ez a ruha, amit rajtam látni, ez egy eredeti belüli ruha, sőt ez is, másik is. De úgy gondoltam én, hogy hát miért csak egyedül legyek, másodnak is megjelenik a háttér táncos lányok. Én is szereztem három fiatal karcsú hölgyet, fogadják őket majd, vagy szeretem. Thank you.
céglevetlenek ugyanis az történt, hogy hölgyeménynek kellene énekelni cigány dolgokat, de bejelentett egy beteg, és hogy ilyen belépő leszek, úgyhogy amit most fogok énekelni, ezt most halljátok először, de hát a puskáról is kell. A címe az, hogy kiskút, kerekeskút, de egy olyan változat, ami soha nem hallottatok még, nincs ilyen polkás változat. Gondolom, hogy...
Felteszem újból a kérdést,
akarod-e az itt megnevezett Lontó Parmigiano? Áldozás. Akarja? Hát persze, hogy akarod. Hát miért is te akarnád? Nem menekülj! Akarja a rost. Lontó Parmigiano. Kovács Gyulát. Ne, mama! Mi volt hát az ünnepség? Te érdekbe gyűjtél most hozzá? Nem hozzá. Hát nézd végig magadon, te szerencsétlen! Hát a gyerekek akarták! Ott ki? Nekünk vannak gyerekeink! Hát vannak, hát kártál te! Hát ma arra se emlékszel. És kik, hol vannak? Kim vannak Amerikában. Tudod, minden évben ők küldik nekünk azt a két doboz szardíniát. És most hol vannak? Ott nézd csak oda a monitorban. Mondj nekik valamit, öreg. Üzenj nekik gyorsan valamit. Na, hogy a gyerekek áfogyott a szardínia. Istenem, Istenem! Hogy én miért is nem a Kovács Pistihez mentem feleségül, szegény anyám is megmondta. Te, az volt az egyáltalán értelmes mondat. Mint a leköltözött a pokolba, fejletlenek ülnek még a dörgyök. Ebből most már aztán elég volt. Most már mindkettel igen mondhatok. Tessék megcsókolni egymást. Kit kell megkóstolni? Megkóstoltad le már, amit meg lehetett eddig. De most engem kell megcsókolni, öreg. Kovácsulam. Húzd rá a gyűrűt Lontó Parmigiano ujjára. Van valahol itt egy hullahopp karika? Hát mindegy, mindegy. A lényeg úgyis a gesztus marad. Talán. Szerinted biztos te Kovács Gyula. Te mama, akkor mi volt az a ünnepség? Mondd meg nekem. Én megmondom. Jó, ez a temetésem volt. De ne örüljé. Nem lesz örökség, mert megváltoztattam a végrendeletemet. És mindent magamra hagytam. És képzeld el, minden magammal fogok vinni a sírba, hova menekülsz már megint? Nem viselte semmit, anyukám, nem ám, nem ám. Mi? Te más talán meg el fogsz bevonulni, drágám, a rematóra. Nem hitték el néki, hogy ő bizony a tévét
legényeket nézi. Yeah, he's...
Cigánytánc következik majd, ha átköltöznek a hölgyeket. Addig engedjétek meg, hogy egyetlen egy visszatállat, amíg a feleségemet, majd ő elmondja többit. Az a kérdésem, hogy tudjátok-e azt, hogy Magyarországon miért van sötétség? Azért, mert a törökök ellopták a holdat, az oroszok a csillagokat, és a magyar parlamentben lopják a napot. Köszönöm. Na, azt hiszem, hogy én most megint csak énekelni fogok. Társaságban próbálkozottam vele. Minden nő ilyen férjet álmodik, vagy álmodna, mint amit el fogok mondani. Rózsa, rózsa, száz lebegű rózsa, férhez menni még egyszer jó volna, hogyha olyan jó ember akarna, aki engem a tenyerén kurcolna, reggel mikor feléded az ágyba, takarjon be engemet hosszába, egyengesse el a lepedőmet, hagyjon délig pihenni kemet. Teljesítsen mindenki válságon, süssön, főzzön, aholba eljárjon, főzze meg az ebédet én nékem, mosogasson el utána szépen. Ugye mindenki kérdezne? Én is. Nekem már csak ilyen ember kéne. Ha nem akad, hát egye meg a fene. De én azért búsulni nem fogok, amíg élek, én szeretőt tartok. Nem csak én vagyok egyedül, amit most fogok énekelni, hanem nagyon sokan vagyunk. Ülök a szobámba, húsan egyedül, és az elmúlt évre gondolok. Az is nagyon rossz volt, ez sem lesz majd jobb, és a villanyórán csak forog. Szeretném a villanyórát megállítani, szeretném a gázszámlámat tázsárba taposni, de a villanyóra csak pereg-pereg, és a szívem ettől lett beteg. Nem tudom, hogy elhiszed-e még, hogy a nyugdíj mindig csak kevés. Akárhogy is számolgatok, mindig csak a nullán vagyok. Nem tudom, hogy elhiszed-e még. De ha egyszer én már nem bírom tovább ezt a magas nagy áremelést, elmegyek én akkor, de nem tudom hová, mert a szívem nagyon-nagyon fáj. Beteg szívem, ide hallgass! Öreg vagyok már, férfiakra ne kacsingass, meg se látnak már. De akkor jött egy férfi, én úgy megörültem, hát a villany számlát hozta el. Másnak jött egy másik férfi, a gázszámlával, akkor én már ijedtem be, majd elájultam. A számláló óra csak pereg-pereg, és a szívem ettől lesz beteg. Na, elmondok egy viccet is. Ezeket most szedtem össze, azért mondok itt a puskát. Szállodai recepciónál két vendég van, férfi meg egy nő. Recepciónál éppen a férfinak az ügyeit intézi, ott áll, nyugodtan kivárja, hogy vége lesz, a háta mögött ott áll a hölgy. Mikor végzett az úr, akkor így hirtelen megfordul, és a könyöke így hozzáér a nőnök a melléhez. Jó, elnézést, bocsánat, mindenféleképpen bocsánatot kér. Tehát én tudom, hogy magának maga nagyon jó ember, meg hát különben is
olyan nagy lágy szíve van, mint amilyen a melle, akkor biztos megcsupocsát nekem. Még végignéz rajta. Tudja mi? Hát ha magának olyan kemény a farka, mint a könyöke, akkor a 124-esbe Thank you.